Íme az alany, akinek a ráncait egy egyszerű, két lépésből álló eljárással fogjuk csökkenteni. Először teljesen eltávolítjuk őket, aztán visszanyerünk belőlük valamennyit, hogy a kép azért valószerű legyen. Az első lépés a szokásos. Kattintsunk a Layers panel alján, és hozunk létre egy új réteget, a Create New Layer-en. Ezzel egy új réteget létrehoztunk, el is nevezhetjük mondjuk ezt ráncoknak. Miután létrehoztuk az új üres réteget, az egész retusálást ezen az új rétegen fogjuk elvégezni. Közelítsünk rá az arcra a Ctrl plus gomb lenyomásával, és kapjuk elő a jól megismert Healing Brush eszközünket, vagy ha nem szeretünk kattingatni, és jobban szeretjük a gyors gombos kombinációkat, akkor nyomjuk le a Shift plusz J billentyűket, amíg meg nem jelenik a mi kis eszközünk. Szintén fontos, hogy az eszköz beállításánál a szempől lenyíló részből az All Layers-t válasszuk ki. Így amikor a javító ecsetünket használjuk az új üres rétegen, a háttér rétegen lévő fotóról fog színmintát venni. Most pedig nem lesz más, mint eltüntetjük a ráncokat, ránagyítunk, és egyszerű festő mozdulatokkal, a javító ecsettel el fogjuk tüntetni a ráncokat a megismert módon, mint ahogy a pattanásoknál is tettük. Beállítjuk megfelelőre az ecsetünk méretét, mintát veszünk. Ugye a homlok, nem felejtettük el, hogy a homlok textúrája az vízszintes, tehát vízszintén sem futnak a vonalak. Kicsit nagyon jobban bele nagyítottam. Fontos megválasztani, hogy mekkora az ecsetünknek a mérete. És kicsit bele nagyítunk, kisebbre vesszük az ecsetünket, és szépen átfestjük vele a homlok mély barázdáit. Természetesen nem kell minden ráncot eltüntetni, hiszen az a célunk, hogy maximum 10 évvel fiatalítsuk az egyetet, és nem kell 40 évvel visszafiatalítani senkit, mert az már igazából nem lesz nagyon valószerű. Ha a homlokról eltüntettük a ráncokat, akkor térjünk rá a szem alatti kis ráncokra, a nevető ráncokra. Itt már azért kisebb ecsetmérettel fogunk dolgozni, szintén a Healing Brush-sal. Ez egy nagyon jó eszköz, érdemes sokszor gyakorolni, kiismerni, mert az arcretusálás során a Healing Brush az sokszor elő fog jönni, illetve minden retusálás, arcretusálás alapja a Healing Brush eszköznek a használata. Szépen eltüntetjük a nevető ráncokat is. Most minden ráncot el lehet tüntetni, hiszen majd a végén vissza fogunk nyerni belőle lágyabb ráncokat. Érdemes balról jobbra haladni, vagy a ráncok eltüntetésénél, vagyis inkább csak egy irányba mindig. Vagy egyszerűbb módon mindig a ráncoknak a vastagabb részéről haladjunk a vékonyabb felé. Tegyük fel, hogy eltüntettük itt is mindent, akkor jöjjenek a mosolyráncok. A mosolyránc az függőleges ráncnak fogható fel, ezért a ránc jobb bal oldaláról szedjük majd a mintát. Kicsit nagyobb ecsetméretre lesz szükségünk.
és óvatosan, most itt inkább átjövök a arcnak a jobb oldalára, hiszen ott egy kis borosta van. És eltüntetjük itt a másik oldalon is, itt már azért kisebb ecsetméretre lesz szükségünk. És akkor így haladhatunk szépen tovább a ráncok eltüntetésével. Azért már most is látni, hogyha a panelen szemmikorra kattintunk, akkor látszik, hogy már azért sok ráncot eltüntettünk, halványítottunk. Persze ez itt még nem tökéletes, de akkor nagyon hosszú lenne ez a videó, ha szépen mindent normálisan eltüntetnénk. De a lényeg itt is a türelem és az aprólékosság, és minél kisebb ecsetmérettel, lágy keménységű ecsettel dolgozzunk. Egyébként elég furcsának tűnik, hogyha az arcról teljesen eltüntetjük a ráncokat. Ezért fogjuk a ráncok eltüntetése után visszanyerni egy kicsit a vonásokat, mert azért nagyon kivasaltnak tűnik így egy emberi arc. Az utolsó lépés az, hogy egyszerűen csökkentjük a retus rétegünknek az átlátszóságát. Ezt egyszerűen megtehetjük, ha itt az opacity értéket visszaállítjuk, amíg megfelelő nem lesz. Ilyen 30-40% közötti értékre is be lehet állítani, akkor már látszik, hogy azért halványabbak az arcvonások. Tehát ilyen volt, és akkor ha 30%-os átlátszósággal hagyjuk a rétegünket, akkor egy kicsit halványítottuk. De azért szerintem még feljebb is mehetünk egy 50%-ra. Ha pedig egy részen kicsit többet szeretnénk látni az eredeti képből, például a mosolyráncokat jobban vissza szeretnénk adni, akkor egyszerűen a rétegünkön kattintsunk, ha a rétegünk aktív, ugye? Akkor kattintsunk a Add Layer Mask ikonra a Layer panel alján. Ekkor egy fehér maszkkal fogjuk kitakarni. Tehát a maszkunk aktív, kattintsunk a brush ikonra az eszköztárban, tehát az ecsetünk legyen aktív, fekete előtér színnel fogunk dolgozni. Egyébként a brush eszköz ecset méretét be lehet állítani itt a vezérlő sávon is. Itt a csúszkával mekkora legyen az ecset méret, különböző ecset típusok vannak. Itt is érdemes a lágy keménységű ecsetet használni. Ráközelítünk, és mondjuk a mosolyráncokból szeretnénk visszaadni. Fekete az előtérszín, akkor szépen átfestjük vele és mondjuk itt is vissza akarunk adni. És akkor mondjuk kész is van. Itt a maszkon festettünk, tehát megőriztük az eredeti, vagyis az új rétegünket, azt nem bántottuk, csak kitakartuk egy fehér maszkkal, és azzal hívtuk elő a kis ráncokat. Én előre megcsináltam ezt a fényképet is, de így is látszik azért, hogy ilyen volt, tehát itt erősebbek azért a ráncok, itt már halványítottunk, de minden bőrhibát, ráncot el akarunk tüntetni, akkor a végeredményünk ilyen lesz.